Visszak egy hazában. A magyarság értékei a Kárpát-medencében. Zümmögő, színes tavaszirét, A búzaházi kockás lilium populáció. Egészen különleges látványa ez a nyárád mentének. Szirmának mintázatára rendkívül hasonlít a horvát címer. A fritillária meleagris a Lilium félék családjába tartozó egyszikű, évelő, fokozottan védett növény. Latin nemzetség nevét a fritilláriát a rómaiak kockavető poharáról, a fritillusról kapta. Kifejezetten nedves réti koratavaszi virág, 10-25 cm magasra növő, hagymás évelő faj, mely mérgező alkaloidokat tartalmaz. A föld felé hajló virágai április-május környékén tulipánra emlékeztető formájúak. Van, hogy párosával fejlődnek, saktáblaszerű kockái, sötét bíbor vagy rózsaszínűek, néha fehérek. Népi nevei kockás, kotulilium, kockás tulipán vagy tulipán. A kockás lilium veszélyeztetett státuszú, több vörös listán is szerepel. A Maros-megyei búzaháza mellett van Erdély legnagyobb kockás lilium populációja. Amint egy 25 hektáros nedves rét minden tavasszal vöröslik, lilállik a kockás liliumtól. Ez nem csak az emberi tekintetet, de a beporzásukat végző rovarok ezreit vonza. Mindez egy ősi gazdálkodási formának a kaszálásnak köszönhető. A lecsapolás, a legeltetés vagy az égetés veszélyeztetné ezt a szépséges világot. Ugyanakkor, ha a környék gazdái abba hagynák a rét kaszálását, az is a populáció csökkenéséhez vezetne. A kockáslilium a kis térség emblematikus természeti értékei közé tartozik. A kockás Magyarországon az évvadvirága virága volt 2016-ban. műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.